gyereket elütötte a busz. Eszméletlen. Nem lélegzik, de pulzusa van. Mesterséges lélegeztetéssel megmenthetem. Még nem telt el 3 perc. Hol a sérült? Ön kicsoda? Vörös keresztes vagyok. Telefonálok a mentőkért. Helyes. Ki a gépkocsi vezető? Én vagyok. Hogy történt a baleset? A gyerek olyan hirtelen ugrott elém, és olyan váratlanul, hogy... Az első segélynyújtás emberi, társadalmi kötelesség. Ezért fontos, hogy minél többen elsajátítsák a legelemibb módszereket és fogásokat. Jelentőségében ezek közül kiemelkedik a mesterséges lélegeztetés, a megállt szív működésének pótlása, megindítása, a szívmasszázs. A rajzunk is mutatja, hogy vízszintes helyzetben a nyelvgyöp a légutakat lezárja. A levegő útja csak a fej hátrahajtásával és az állcsúcsnak megemelésével válik szabaddá. Ez a bábú a mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs gyakorlására szolgál. A bábú mellkasa csak akkor emelkedik vagy süllyed, ha helyes módszerrel fújtuk be a levegőt. Kérem, segítsenek letenni. Legyen szíves segíteni. Kérem, jöjjenek közelebb. A bábú pulzusa csak akkor tapintható, és a vérnyomásmérő csak akkor mutat megfelelő értéket, ha szívmasszást helyes módon végeztük. Tessék a pulzust nézni, kérem nézze a vérnyomás. Bemutatás után az oktató a hallgatókkal gyakoroltatja a mesterséges lélegeztetést. Ez a növendék a fejet nem hajtotta eléggé hátra, a levegő nem jut el a sérült tüdejébe, a mellkas nem emelkedik. Így helyes. A szegcsontra percenként 60-80-szor erős nyomást kell gyakorolnunk, mert különben nem érünk el kellő vélnyomást. Az újraélesztést így kell csinálni. Így biztosíthatunk kielégítő vérnyomást. Most pedig nézzük meg, mi a teendőnk szívroham esetén. Szívroham alatt a szív hirtelen fellépő működési zavarát értjük. A beteg hirtelen elsápad, levegő után kapkod, halálfélelme van. A beteget lefektetjük, ruházatát megoldjuk, azután pulzusát figyeljük, és azonnal hívjuk az orvost vagy a mentőket. Nagyon fontos a beteg megnyugtatása.
A szívroham nem jár eszméletvesztéssel. Az ájult ember eszméletlen. Arca sápat, szemei fennakadnak. Púzusa alig tapintható, bőre nyírkos, de meleg. Vigyázni kell, nehogy a hátraesett nyelv fulladást okozzon. A beteget fektessük laposan, és lábait polcoljuk fel. Most bemutatjuk, mi a teendő rángógörcsös epilepsziás roham esetén. Ügyeljünk arra, hogy a beteg meg ne üsse magát, ezért a széket és egyéb tárgyakat tegyük távolabb tőle. A beteget, akinek rángógörcsei jelen esetben csak másodpercekig tartottak, lefogni nem szabad. A fogak közé óvatosan pólyatekercset vagy más rugalmas anyagot helyezzünk, nehogy a nyelv megsérüljön. A száj erőszakos szétfeszítését azonban kerülni kell. A rohamot mély alvás követi. Az öntudatzavarnak még sok más formája ismeretes. Az első segély a fulladást és a félrenyelést hivatott megelőzni. Az égési sérülések gyakoriak. Első teendőnk legyen a seppfelület hűtése, lemosása, legalább 5-10 percen keresztül hideg folyóvízzel. Ezután száraz, lehetőleg steril kötést helyezzünk fel, majd vigyük a sérültet orvoshoz. És most beszéljünk néhány szót a mérgezésekről. A mérgező anyagoknak se szeri, se száma. A hatástalanító gyógyszerek felsorolása azért sem volna célszerű, mert azok rendszerint nem állnak az első segélynyújtáshoz rendelkezésre. Ha a mérgezett nem eszméletlen, orvosi szenet itatunk vele, a porrá tört orvosi szén felületére köti a mérget, s ezzel hatástalanítja. Az első segélynyújtás egyik legfontosabb feltétele a gyors és határozott fellépés. Tétovázással, felesleges mozdulatokkal értékes percek mennek veszendőbe. Következő témánk oktatására terepre megyünk gyakorolni. Az első segélynyújtás sokkal bonyolultabbá válik, ha sok ember ellátásáról van szó. Tömegkatasztrófák esetén a munkakörülményei is nehezítik az első segély elvégzését. A sikert ilyenkor elsősorban a munka szervezettsége biztosítja. A helyszínre érkező alegység parancsnoka tájékoztatást kapott a sérültek számáról, a területen való elhelyezkedésükről és a sérülések várható jellegéről. Az adatok birtokában gyors értékelés után elosztja az erőket és eszközöket. Meghatározza az egyes csoportok helyét, valamint közli, hogy ő hol tartózkodik, és kijelöli a sérült gyűjtőhelyet. Az egészségügyi szakasz három rajból áll. Felszerelése rajonként két hordágy vivő heveder, két pokróc, két kulacs. A beosztottaknak gázálarc jár. A szakasznak szükséglámpája is van. A sérültek ellátására szolgál az egészségügyi táska és a Kramer sín.
raj beosztottjai párokban végzik munkájukat. Ha az egészségügyiek könnyű sérülteket látnak el, akkor szétválva külön is dolgozhatnak, de sohasem túl messze egymástól. Tömegkatasztrófa esetén szükséges közök használatára is sor kerülhet, például pólya helyett tiszta ruhára. A Krammer sínt kipárnázzuk és a törött végtakhoz formáljuk. Ha a sín elfogyott, a helyszínen kell rögtönöznünk például bottal, funérlappal. Sérültek ellátása után a két egészségügyi ismét párban dolgozik tovább. A rögzítés elve, hogy a tört csont mindkét ízületét, illetve a töréssel szomszédos végtagrészeket nyugalomba helyezzük. A könnyű sérülteket, mint kisegítőket bevonhatjuk a munkába, ez megnyugtatja őket, és így hasznukat is vehetjük. A hordágyat, ha kell, asztallap, köpeny vagy más is pótolhatja. Az eszméletlen sérültet így fektessük, fejét hajtsuk hátra és fordítsuk oldalra. A segélynyújtást mindig a legsúlyosabb sérültnél kezdjük el. A mesterséges lélegeztetés megkezdése előtt távolítsuk el a szájüregből a vért és törmeléket. Mindenfajta vérzés ideiglenes csillapításának megbízható módszere a nyomókös. Ilyen súlyos, nagy ütőeres vérzést ketten gyorsabban látnak el. Nézzük még egyszer végig az előbbi sérült ellátását, aki a nagy vérveszteségtől sokban van. Ezt a szervezet súlyos megrázkódtatása idézi elő. Arca sápad, bőre nyirkos, hideg, eleinte viselkedhet akár izgatottan is,
de ahogy a sok súlyosbodik, az eszmélet megtartása mellett a fájdalommal és a környezettel szemben közömbössé válik. A sok jellemző tüneteit az első segélynyújtó a tömeges ellátás körülményei között nem mindig képes felmérni. E tünetek a szapora, könnyen elnyomható pulzus, a gyors, felületes légzés és a vérnyomás gyors esése. Az első segélynyújtó a sérültet vízszintesen fekteti, ellátja életveszélyes sérülését, ez esetben az ütőeres vérzést, és gyorsan, de kíméletesen orvoshoz szállítja. A mesterséges lélegeztetést végző egészségügyit váltani kell, mert kifárad, és akkor nem tudja kellő erővel végrehajtani a befúvásokat. Minden befúvás után ellenőrizzük a sérült mellkasának emelkedését, mert ez jelzi, hogy a befúvás kellő eredménnyel történt. Előfordulhat, hogy a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszást egyidejűleg kell ugyanazon a sérültön elvégezni. A szívműködést a csuklón és a nyaki ütőér fölött tapintással, a szív fölött füllel, hallgatózzással vizsgáljuk meg. Segélynyújtás előtt a sérültet fektessük sima, kemény felületre. A szívmasszás során a szegcsontra gyakorolt nyomás következtében a szívből kipréselt vér eljut az életfontosságú szervekhez, például az agyhoz. Amikor a szegcsont eredeti helyzetébe visszatér, a szív újból megtelik vérrel. A mesterséges lélegeztetést átlégző csővel is végezhetjük. Az újraélesztést addig kell folytatnunk, amíg a spontán légzés, illetve szívműködés megindul. Korunkban a tömegpusztító fegyverek szükségessé tették a hátország felkészítését atomtámadásra. Sugárszennyezett terepen az egészségügyi szakasz gázálarcban és védőöltözetben dolgozik. Bármilyen sérülést szenvedett, de lélegző embertársunkra azonnal fel kell adnunk a gázálarcot, különösen, ha ő maga ezt sebesülése miatt vagy másokból nem tudja megtenni. Ha nincs elegendő gázálarcunk, ideiglenesen vizeskendő is megteszi. Mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy első segélyre szorulunk. Élet-halál kérdése lehet ilyenkor a gyors, határozott, szakszerű beavatkozás. Ezért a polgári védelmi oktatásban részt vennünk nem csak egyéni érdek, hanem állampolgári kötelesség is.